Sziasztok! Sziasztok! Ebben a kis videóban most a pentol műhelyekről fogunk kicsit hallani. Editet már ismeritek az előző videóból, és most szintén ugyanúgy ő fog neked egy kis előadást tartani. Igen, sziasztok, köszöntelek benneteket. Most szeptember 21-én rendezzük az első pentor műhelyt, ami mi igazából pentor és tehetséggondozás műhely foglalkozás. Ugye bemutatkoztak a szakmentorok, az oktatói szakmentorok, a hallgatói szakmentorok és a mentorok is. És nagyon szép számban eljöttek az elsős hallgatók, 52-en vagyunk, de mi várunk még többet, tehát azért vagytok itt 345-en, úgyhogy nyugodtan lehet csatlakozni. A célja az, hogy egy kicsit fellazítsuk az egyetemi élet kezdetét, illetve beilleszkedési problémákat, félelmeket megbeszéljünk. Itt már rögtön előjött egy pár, amire szerintem tudunk megoldást találni. Tehát ha kérdezzetek nyugodtan, osszátok meg a félelmeiteket, és alulról jövő kezdeményezésekkel, illetve mi oktatói szinten is erre tudunk megoldást. A második fél időben, ha lehet így fogalmazni, a tehetséggondozás, az éppen most zajlik, ahol Gyurász Németh Petra kolléganőm pedig a különböző versenyeken való részvétel, kicsit a proaktív tudás megosztással, TDK-val kapcsolatos információkat mondja a hallgatóknak. Igen, minden hónapban szervezünk egy műhelyfoglalkozást. Október 19-én lesz, november 22-én és december 6-án. Az október 19-én tanulási technikánkat hogyan tudtok vizsgázni, hogyan érdemes felkészülni egy-egy ZH-ra, tehát szerintem nagyon érdemes lesz eljönnötök. A november 22-én már a Tudományos Gyerekkori Konferencia napja, tehát nincsen oktatás. Viszont szeretnénk, hogyha látnátok, hogy hogyan zajlik egy ilyen tudományos gyerekkori konferencia, és ezzel kapcsolatban például milyen ösztöndíjakra tudtok majd pályázni, ha elindultok. A december 6-a pedig Mikulás meglepetés buli lesz, úgyhogy remélhetőleg addigra már összeforrt a csapat. És ne felejtjétek a szlogenünket, hogy 1-2-3-ra GTK forever!